Hoppá, itt a helyzet hajszám elő. És itt a gól! Egy védelmi hiba, Meunier a hármas követte el, és hajszám végül is minden teketúrja nélkül, gyönyörűen élesen, balszéről, saját helyéről talált az ellenkező sarokba. Ez a gól, igen. 1-0 Magyarország javára. A közönségnek tetszik a móka, nyilasilő, és gól! Szépen emelte föl a bal felső sarokba. Teljesen védhetetlen. Kis, óha, gól! Amit látott, az egyetlen lehetőség, egyszer csak fogta rá lőte. De Franck egy pillanattal később vette észre, hogy ezt lőni is lehet. 3-0. Egy rossz kirugás nyomán. Egyet igazít, és rálövi. Ez a tuti. És De Franck már csak besegíteni tudta a hálóba a labdát. Reiter bal oldalon, a magyarok gyűrűjében. Jobb szélen egyedül van Giresz, felé is száll a labda. Ügyesen emeli vissza Weissnek. Jó a csel is. Négyen is ott vannak. És be is fejelte Reiter. 3-1. Teljesen egyedül hagytak. Nem sokat, hármat. Tessék majd megnézni. Itt van. Három ember volt, egy leállt. És végül is válogathattak, hogy kifejelje be. Weiss. Meunier megy föl. Esseles. Malje. És még egy gól. 3-2. Alva nehéz futballozni. Nem volt les. Nem volt les. És a védő Tóth nem tudta ellökni Maljét, és Kacirt is kicsit későn vetődött. Merg, darabba szerel. Gyurcsa, nem les, Szentes mehet rá. Még üres a kapu, még vezetheti, gól! 4-2, Szentes Lázár. Ügyesen higgadtan várta ki a biztos pillanatot. Nem volt les, ott bal oldalt bennmaradt. Dress, még egy csel, nem bukik el. Jól tette, még itt is kivár. Nyilasi, gól, 5-2. Ügyes megoldás volt, láthatóan begyakorolt. Nyilasi második szabadrugás gólja, egy pöccintés vissza, és védhetetlen megint a bal felső sarokba. Garaba begyalogolhat vele, végig mehet. Így is jó, Hanni, jó továbbítás, gólhelyzet, gól, Gurcsa. 6-2, ez volt a legszebb gól. Garabától indult el. Ez szép gól volt. Egy kényszerítő, amit nem ő kap vissza. Ez a nagy átadás. És itt Gurcsa. 6-2.
Araba, jobb oldalon, egyből térszől elő átadás, és gól veszélyesen kirobbanhatott középen Hajszán, a kapu előterében lő, Siltó kivetődik, Nyilasi testében akad el a labda. Kis Hajszán, mit hagytál ki? 1 méter a bal összekötő helyéről indul majd a kapunkat bevenni, de fölzárkozott, vagy Bucser is az akcióhoz. Kis szögletszerű megoldás, gól! Trevor Francis 6 méterre a kaputól előrevetődve megcsúsztatja a labdát, és beküldi az elvetődő kacérc mellett a kapu közepe táján. A mérkőzésből eltelt 32 perc, Francis fejes góljával megszerzi az angol válogatott a vezetést. Nagyon szép volt a mozdulat, Szokolai szokott ilyeneket csinálni, ahogy bemegy az őt megelőzni szándékozó védő elő, és ő előzi meg, és megcsúsztatja a labdát. Melyik volt nála? Blitzet. Húha, gól helyzetben. Bravo Béla! Mellé! Egy jól gól helyzetben. Cowan. Nem tud kiszabadulni, nem tud a magyar csapat. Bravo Béla! Nem tudom, bement volna, de minden esetre. Hanika pedig leszereli a hátrafutó Sanson. Cowan, Lee. Véd tisztán. Gól! Iszonyatos ballábas gól. Véd első válogatott gólja. Jó egy-másfél perce remekül adogattak az angolok, és a miénk bizony csak szaladgáltak utánuk a nyomukban, és Víznek is ezúttal elsült a lába. Egy magas átívelés, leveszi, és szeketória nélkül. Hajszán, Kardos, oly de jó lövés volt, szöglet. Tilton már is vetekszik, hogy lövéshez enged törőcsik, Burcsa újra törőcsik. Na most, Hajszán, lőd már be a harmadikat! A harmadik gólhelyzet is kimaradt. Σαν εκτελεστής. Εδώ
Πότε μπορεί να μακάρει τον πολύ δυνατό και φανταστικό του αριστερό σουτ. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της Ουγγρικής, το ένα πλάγιο με τον Μάτος. Και μια στέγρα. Πολύ καλή θέση το σουτ του Κάζος. Και πολύ καλή θέση που βλέπουμε εδώ τον Κάζο. Το παλιό άνθρωπο. Για τον Αλαβάντα. Και βέβαια ο Αλαβάντα. Πολύ ωραία. Και να αποκτήσω μια περιοχή, θα ζητάρει και θα δείξει μπάλα στα δίκτυα. Έτσι εδώ το Κοστίκο βλέπουμε να πανηγυρίζει και να σας πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η μπάλα δεν είχε το κουδεύει αλλά βρήκε στο εσωτερικό του, θα να βλέπουμε την πάση και δείτε πάλι από τον νεαρό Αλαβάντα η προσπάθεια. Έγινε το λάθος από τον Σπότονη και έτσι η μπάλα στο Κοστίκο. Και κοιτάξτε, τη βρίσκει με το αριστερό και όχι με το κουδεύει. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Και που επαναλαμβάνουμε γίνεται στα πλαίσια της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1984 και να ο Αναστόπουλος της Καμπλικής του αντεπίθεση θα μπει μέσα στην περιοχή να δούμε αν θα σουτάρει. Κάνει πολύ ωραία συνέντρα, δεν θα προφτάσει όπως ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος. Κακιά, κακή η παλιά του. Κακή όμως και η απόκρουση του κάτω. Και με τον Παπα Ιωάννη και τον αρχηγό μας, τον Αναστόπουλο, Παπαϊόν και πάλι πολύ ωραία το 1-2 με τον Αναστόπουλο. Έχουν την περιοχή του Μάρκο. Απλατάρει, γυρίζει, κάνει το λάθος να γυρίσει την μπάλα. Θα του κάνει και τα σύμβια μέσα στο Παπαϊόν. Το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει την μπάλα στα δίχτυα. Σε μια φάση που κατά την προσωπική μας άποψη έπρεπε να είχε τελειώσει με το πλασάρισμα του Αναστόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει, έστω και με καθυστέρηση δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε εδώ να το προσδοκίσουμε ότι έπρεπε να πλασάρει. Γυρίζει όμω την μπάλα και εκεί αποκούν οι Ούγγροι. Όπω το κοστόμο, έτσι που δίνεται η δυνατότητα στον Παπαϊόν εδώ με το αριστερό σου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τίπορα, δεν επαρκεί για τους Μαγιάρους να ανατρέψουν τις ευάλωτες πραγματικότητες. Μαγιάρους με τον Βάργα εδώ και τον Χάιντεν, το Σάτο Μανόλας, ο Κόντικ για τον Χάιντεν έχει περιοχή να ζητάει και θα φύγει του μπάλα στα δίκτυα περνώντας κάτω από τα πόδια του Καλγάρι. Εδώ βλέπουμε τον Σκόρε, τον Χάιντεν και επανάλλει την πάση, κοιτάξτε, έπαιξε με τον Κόντικ το 1-2. Και εδώ κοιτάξτε την μπάλα να την περάσει κάτω από τα πόδια του Σαργκάνη, σημειώνοντας το σκορ σε 3-2. Ένα λεπτό. Tuljutat nyilasi utoliiri, otta lövyhelyzet, eteenpulla, ei micsoda gól, Elkér. A harmadik percben a dán válogatott már megszerette a vezetést. Hideg zuhany, az első kapura lövésből volt valamennyien, itt Kopenhágában is gondolom, önök is kedves nézők ott a képernyők előtt. Lauritsen. Rengeteget változtatják a helyüket a dán játékosok, íme Elkér, aki elvben a jobb szélen kellene, hogy játszanak, itt van a bal szélen, veszélyes helyzet, Elkér, és felszabadítani meg is van. Hát, azt hiszem, hogy most itt az osztrák játékvezető. Hilden hozza föl, még mindig ő. Jó labda. Lerbi beteszi középre. Simonsen ott van nagy helyzetnek, kaszírt és felszabadít Karaba. Hú, micsoda helyzet. Elő volt egy nagyon szép előretörés. Na, lesz-e a vajon hasonló? Nyilasi a labdával, már benne a 16-oson. Gól, gól, gól! Jaj, de gyönyörű! Ez váratlan dolog volt Nyilasi Tibor. És nagyon szép, hiszen a 30. percben Dánia Magyarország 1-1. Garaba itt jön föl. Nyilasi nagyon szépen veszi át, a csel után már bent a 16-oson. Fölnéz. És 1-1. Madzen közben váltás Jesper Olsennel, Garaba lemaradt egy kicsit, Kocsis rettentően sokat dolgozik. Most azonban veszély van ott a magyar kapunál, Simonsen egészen kihozta. Ole Rasmussen, most lepattan Kocsisról, nincs 11-es, mehet tovább, tessék már kirúgni, valaki rúgja ki! Aj, de szerencse! Az osztrák játékvezető nem látott szabálytalanságot, Simonsen és Kocsis. Röll. És Kaszírt újabbra vúrja, tessék kifejelni, kirúgni már, és nem sikerül.
Nem sikerül, mert Jesper Olsen megszerzi a dán csapat második gólját. Védelmi hiba. Egy pillanatnyi kihagyás és a második félidő. Martos állt meg. Berggren lálövik, Katétról kipattan. És Jesper Olsen garabát lefejeli. Simonsen és Katér, ez viszont 11-es. 11-es teljesen feleslegesen, nem itt Simonsen volt az, hanem Jesper Olsen, Kassis Béla teljesen feleslegesen. Már 3-1-re. A találkozó befejezés előtt 4 perccel Dánia együttese megszerezte harmadik gólját, így tehát Dánia Magyarország 3-1. Maga biztosan a jobb alsó sarokban. Elegánsan emel Hodlhöz. Jó akció indul. Reset. Nem, nem volt ez ilyen súlyos. Gól. Gól. Hodl beemelte. Majd az ismétlésen lehet jól látni, ez igazán hideg zuhany, hogy Kovács nagyon későn látja meg. Ravasz megoldás, beakad a felső sarokba, 1-0 Anglia javára. Csak most indul el igazán Kovács, érte? Annyira a pipába ment, hátulról. Baj van, Lee, gól! Óriási védelmi hiba. Lee az egyetlen lehetséges megoldást választotta. Borzasztó hiba volt. Egy rosszul kiemelt labda. Azt hiszem Varga volt. Nézzük még egyszer másfelől. 2-0 Anglia javára. Könnyen szerel Butcher. Blissett becsapta garabát, és borzasztó gyors, borzasztó gyors. Marinernek nem, de Lee-nek jó. Hodl törbe. Jó a beadás, gól 3-0. Gyönyörű gól volt, Mariner lőtte. Nyilasi, Hani. Csonka próbál labdát szerezni, röviden kap. Some 2,500 people here from Denmark making most of the noise that you can hear. Is allowed to settle to their own tempo. Barker was in shot, and here's the tall figure of Poloske, who did quite well for Hungary in the World Cup in 1982. And the first shot is from Carlos. But he felt his players were in a much better frame of mind for this game. And here's Hanek, perhaps showing just that, for Sandor Kish. And Kjær, who was the Danish hero in the last minute at Wembley, sharply. And then Bertelsen for Denmark, Olsen. And it might yet come here for Simonsen. It's Lebu on his strong left foot. Outside him and Berggren here ahead of him. And Simonsen again. Now, can he finish this time? No! But it's interesting because
scored a goal in this stadium in three previous meetings here, and Alan Simonsen with a chance to put that jinx behind them, but he's just rolled it wide of the post. Until the ball is given away, and Poloske, it wouldn't quite come down for him. Poloske, Shongrari. Hungary has yet hasn't shown us a great deal from midfield, but here's Taricic, and again. Well, it was the best opening that the Hungarians have made. Morten Olsen has timed his move forward well. And the flag has stayed down. Lavrov! Shongrari, now Taricic. Maybe Hungary can do something here. This is Kish. Poloske in the middle and Kalos. And Kish goes! His line now. Nodge. And then Panik. Maybe a foot was high there. Now, no foul. The referee looked straight at it and waved it away. This is Nielsen. It's a real scramble. From Nielsen. Γύρισμα του Κούι αμέσως και πέρασε μπροστά από τον Αφέκλη του Ακίνα Κόμπατς. Τώρα σε δεύτερο από την έκανα συμβουλία, αν υπήρχε και θα έχουμε κατά τα χάλια. Βάργα. Βαλιά. Για το Βιβόγλου πολύ ωραία και αναφέρει το 1-0. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σέντρα του Δημόπουλου. Είναι το 10ο γκολ του ανατόπου στην ομάδα και το 4ο που βγάζει στο πρωτάθλημα Ευρώπης στον αγρέπο τη φάση. Μετάφθηκε στην παράλληλη σέντρα του Δημόπουλου ο Αναστόπουλος. Κάρδος. Μαρκάρει τον Σεμιζίδη. Είναι στον Τσούχαη. Ο Τσούχαη στον Τσόκραντι. Δάικα με τον τόρο που παραπέσει στον Αγίου. Παραπέρασε ο Κυριακός Ούγγρος. Είναι στον Μπόντενη. Είναι ο πέναλτι, Κάρδος. Και θα αποκρούσει ο Πλίτσης και θα ξαναπάρει την μπάλα στον Κάρδος. Και θα γίνει το 1-1 ο Ρουμάνος ο διευθυντής παράτησε για Μαρτίνος τον Ιωκέ. Θα ξαναδεύει τη φάση, το πέναλτι δηλαδή. Βγαίνει ο Κάρδος, το χτυπάει, διώχνει την μπάλα ο Πλίτσης. Και ο Κάρδος, Ντάικα. Σόκραντι. Με τον Κάρδος. Κάρδος που απέστηκε τον Μητρόπουλο. Δίνει στον Χάισαν, ο Μπόντονι. Γενικά γίνει το σούτ από τον άντρα στο Ρώσου και πλησιάζει το Πλίτσις. Η Ουγγαρία 4 λεπτά πριν την εκδίκηση του ημιχρόνου, είναι στο 41, με τον γκολ αυτό του Τόροσιτς, το οποίο ξαναβλέπετε, η σέντρα του Χάισαν. Μπόντονι έκανε μια φάσα κοπτή στον Τόροσιτς. Να βλέπει τη φάση και με τη Μητρόπη στο φαλιά. Ο Κούλης έχει βάλει κοντρόλ αμέσως και γύρισμα στο κοινό χώρο. Βγαίνει στην πλάτη των πάθων των Ούγγρων. Ο Αναστόπουλος βγαίνει και ο Κόβατς. Ο Αναστόπουλος πολύ ψύχρεμα πλασάρει την μπάλα στα δίκτυα του Κόβατς. Thank you.